Mangónak a gazdája azt mondta nekünk, hogy a legnagyobb probléma ezzel a kutyával, hogyha a kutyák közelébe kerül, akkor ugatja őket, rángatja a pórázt, támadná a kutyákat. Lehoztuk ide a családi házas környezetbe, itt azért sok ugató kutya van a kerítés mögül, és akkor így gyakorlunk vele, lábhoz, hogy ez megszűnjön ez a viselkedés. Lábhoz! Mangókám, lábhoz, gyere! Lábhoz, Mangó! A kerítés mögül ott ugatnak a kutyák, védik a területüket, és Mangónak nem kéne erre válaszul támadólag föllépni. Lábhoz! Gyere, lábhoz, Mangókám! Hát az elején voltak vele problémák. Ül, ülje le, fekszik le, fekszik. Ül. Tehát azért oda-oda próbált támadni, meg vicsorogni, meg ugatni a másik kutyákra. Ül, fekszik. Most már ez megszűnt, lehet őt kontrollálni. Fekszik. Nem. Azt mondtam, hogy fekszik, igaz? Úgy. Ül a Mangó. Nézzünk egy jutalomfalatot, elfogadja-e. Elfogadja, teljesen jó. Kicsit ilyen feszült helyzetben is elfogadja a jutalomfalatot, ez már biztató. Lábhoz! Gyere, Mangókám! Remélem, a tulajdonos nincs itthon, mert el fog küldeni az anyukámba, hogyha itt ugatatom a kutyáit. Fekszik! Okos vagy! Ül a Mangó! Úgyhogy melyek is tovább, mert nehogy elküldjenek melegebb éghajlatra. Lábhoz! Valahol igazuk van nekik. Lábhoz. Okos vagy. Ül. Tehát a lényeg, hogy Mangóval ez a feladatunk. Ugatókutyák, sulibak kutyák a közelébe. A szocializáció valamennyire, de igazából amikor el van engedve a kutya, akkor nincs probléma. Mindig akkor volt a probléma, amikor pórázon volt. De már megérkezett a tulajdonos, úgyhogy lépek is. Lábhoz.